No, szép estét kívánok mindenkinek. Kicsit késtünk, de hát mindig olyan nehezemre esik, amikor a család vacsorázik, és akkor kéne kezdem a heti értékelőt. Úgyhogy egy kicsit ezért ellopok az önök idejéből, de bízom benne, így a kellemest a hasznossal össze tudom hangolni, úgyhogy elnézést kérek azért, hogy késtem. Ma is van segítsége, legkisebbik lányom. Úgyhogy néha még ez a tróz a baradar! Csak szépen mossa. Úgyhogy lesz még segítség, úgyhogy ilyen szempontból azért könnyű lesz. Közben látják, Matyi fiam is nagyon teszi a dolgát. Nagyon erősek a kezei, 11 hónapos. Úgyhogy körbe vagyok véve szeretettel, és ennek ér nagyon örvendek. Mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen élvényekben legyen része, mint nekem. No, Simó Zoltán köszöntöm, Pálitet köszöntöm, akik már beköszöntek a Facebookon. Az a kérdésem, a többiek is tegyék meg. Mondják el, hogy honnan vannak, hisz tudják jól, hogy tudom kicsit kötni a mondókámat ahhoz, hogyha tudom, hogy honnan követnek engemet. Kánya Katalin, Fülöp Mártit is köszöntöm, Csabát is a TikTokon. És Zsoltot is nagyon-nagyon kérem, hogyha lehet, osszák meg ezeket ezt a ma esti élőt is, hisz azért van ez a beszélgetés. Dórát is köszöntöm, Bolcsa Szabolcsot, Nagy Lászlót TikTokon, Veres Bálintot köszöntöm a Facebookon. Kérem, írják meg, hogy honnan vannak. Nekem nagy segítség, ha megírják a helységet, vagy térséget, vagy megyét, vagy országot, vagy bármit. Illetve, hogyha feltesznek kérdéseket, tehát mondanak számomra ötleteket, akkor megkönnyítik. Köszönöm Dóra Székelyudvarhelyről TikTokon. Tehát köszönöm azt, hogy ezeket megfogalmazzák, mert akkor sokkal könnyebben tudunk beszélgetni, hisz tudják jól, ez most már a 129. heti értékelő, tehát 129, számolják ki. 129-el valamit megtenni, ami ugye átlagosan 25-30 perc. Ne, TikTokon, Hódmezővásárhely, hajrá, FN33, Kápolnásfalu. Igen, a Kápolnásfalut elfogadtuk, hogy a Hargita Víz Egyesületben legyen tag. Na, ezért mondtam, hogy nagyon fontos az szép víz, Lemhény, tehát nagyon olasz telek. Tehát azért kérem, hogy írják meg, hogy honnan vannak, hogy tudok egy kicsit ahhoz igazodni, ahonnan vannak. 129. alkalommal beszélgettünk, tehát számolják ki, milyen sok idő. Zsóna, szerinted 129 az nagy szám, vagy kicsi szám? Kicsi. Kicsi. Na, a legkisebbik lányom szerint ez kevés, úgyhogy hajrá, húzzunk bele, még legyen legalább ennyi. És most már 86.400-an vagyunk, az előbb néztem meg, Alsósófalva, Parajt, ugye majd... Azt hiszem, hogy 3-5. Mi 3-5? A lába, nézd meg tovább, az a basszal. Ja, jó. És Parajt ügyében el tudom mondani, majd mindjárt vissza ki fogok térni, hogy hát úgymond most hadi helyzet van Hargita megyében, igen, ma hadi helyzet van Hargita megyében, nem tudom, tudták-e? Tehát különleges állapot van kihirdetve, igaz, szimulálás próbaként, de mától kezdve, ma 11 órától úgymond hadi állapot van, készenléti állapot, vagy nem tudom, ezt románról magyarra hogyan fordítják, de egy olyan állapot van, amikor ha háború lenne, akkor milyen szabályok lépnének érvényben, és 4 település egyike Parajt, mert láttam az előbb, hogy Alsósófalváról valaki bejelentkezett, a 4 település egyike Parajt, ahonnan, hát ami be lett véve ebben az ellenőrzési folyamatban, úgyhogy ezen a héten Parajt is együtt Csicsóval, Csíkszeredával, Székelyudvarhellyel és megyei tanáccsal, hát úgymond hadügyi ellenőrzés alatt vagyunk. No, de erről is mindjárt fogok még beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Újszékelyről Buzogány Juliát, Tamást. TikTokon Tamás azt mondja, hogy szeretné, én legyek a parancsnoka. No, hát jöjjön el hozzánk a megyei tanácshoz dolgozni, és hogyha tényleg úgy érzi, akkor szívesen tudunk egy csapatban dolgozni. Őrs 11, Firtos Várajai fotó, hajrá!
fogok beszélni Firtos várójáról is. Hát azért mondom, nekem nagyon-nagyon nagy segítség, hogyha írnak, hogy honnan vannak, illetve néhány témát. Úgyhogy 86.400-an vagyunk, és a téma, ugye már is kezdtem, mi a téma, Csomagfalva, András, Emil. Várom, hogy menjek én is haza egy kicsit. A behívót, azon az első kérdésem, hogy tudnak-e róla, hogy küldtek behívót, ki tudja, hogy hány behívót küldtek szét Hargita megyében. Tehát katonasági behívók mentek ki. Ma is Csíkszentcsibonban ott voltam, és egyik jó barátom Endre, a zenész, Csatószegő mondta, hogy is kapott behívót, és elmondtam neki, hogy akkor ő valamit tudhatna, de hogy gondolják, hogy hány ember kapott behívót Hargita megyébe? Az elmúlt idő. Nem. De az első fele jó az összegetnek, utána még, hogyha teszünk egy nullát, és még egy nullát, az mennyi? Sok vagy kevés? Na, számolunk itt a kis csoportos lányommal. 3000 behívó ment ki. Jó? Önök közül van, aki kapott behívót? Szívesen becsatolnám, hogy kicsit beszélgessünk. Nagyon-nagyon kérem, hogy ha van olyan személy önök közül, aki kapott behívót, kicsit beszélgessünk, az alapján jobban meg lehetne érteni, kik kaptak behívót. Nincsen semmi baj. Közben köszöntöm itt a detroitiakot, az Udvarhelyeket, a Csíkszentléleket, a Remetét, mindenkit köszöntök. Csíkszent király. No, tehát egyik a behívás, a másik, hogy érzik, hogy van pánik helyzet a behívók mentén? Van-e valamilyen gond, vagy mit hallottak? Írják meg, vagy akár tegyék fel a kérdéseiket. És tényleg az a kérésem, hogy aki kapott behívót, csatlakozom. Garantálom, hogy semmi baja nem lesz, hisz ma közé tették a fotókat és stb. Szőcs Attila, megkérem szépen, hogy nyomja meg a csatlakozás gombot a komment mellett, azt a zöld gombot, és szívesen beengedem, beszéljünk néhány szót. Vagy aki még van, Sándor, Sófalvi Sándor jelentkezett. És hogy sokkal jobban tudunk beszélgetni, jobban megértik, mert hogyha van egy olyan beszélgető partnerem, aki tényleg kapott behívót az elmúlt időszakban, vagy volt adategyeztetés a sorozók központban, hisz nagyon sokan ugye nem ott élnek, ahol jött a behívó, általában mindenki a szülői ház oda kapta, már sokan nem ott élnek, vagy nem is ebben az országban. Ez a magy is, ez a nagymaduk. Jó, az a magyos, az a... Oké. No, nem jött össze, el lett utasítva, akkor várom a következőt. Szőcs Attila jön, Szőcs Attila, na hát, ha... Majd előbb, aki jelenkedett, az végül elutasította, vagy Facebook dobta ki. Tehát az a kérésem, olyan beszélgető partnerekkel szeretnék beszélgetni, aki kapott András Emil, gyere, légy szíves, te is. Mert tudunk beszélgetni párhuzamosan egyszerre két emberrel is. No, papá, kicsit. Jó estét kívánok, a kamerát nem kapcsolja be, de nincs semmi baj, csak hogy tudjuk, hogy... Jó estét, itt van. Jó estét. Mondana valamit, hogy halljuk? Szőcs úr. Szőcs Attila, jól emlékszem. Igen, így van, jó estét. Nem kapcsolja be a kamerát, nem akarja. Nincsen semmi baj, csak hogy tudjuk, hogy nem akarja, vagy véletlenül így sikerült. Véletlenül így sikerült szerintem. Nem tudja megnyomni a gombot, mert úgy... Na, csak egy pillanat, megpróbálom. Jó, ott van a kamerázom. Na, csak egy pillanat. Van. Egy ilyen hegyi mentős csészéből fogyasztom a ma esti gyenge kávét. Valamiért nem engedi be. Nem baj, akkor beszélgetünk így, jó? Akkor beszélgetünk így. Mikor kapta a behívót? Mikor kapta meg a behívót? Mikorra? 4-5-kor, máma. 16-15-kor kaptam ma még. Ma 16-15-kor megkapta, soha hívtál Csíkszeredába, vagy máskor? Csíkszeredába, igen, a gyakorló tére, tehát a poligónra, úgymond. Igen. És mit gondol erről? Hát remélem, ez csak egy felkészítő lesz. Oké. Na, egy kicsit menjünk bele abba, hogy vajon ő miért is kaphatta, mert ahogy mondtam, 3000-en kaptak Hargita megyében, és ez a, tehát azt jelenti, hogy nem mindenki, tehát
Nagyjából ugye én nagyon követem, hogy a 8-os, a 12-es végzős fiataloknak a számát, és körülbelül 3000 körül van, 2500 és 3000 között mozog évente azoknak a fiataloknak a száma, akik iskolát végeznek. És ezért gondolom, hogy a 3000, tehát ne képzeljük úgy, hogy totálisan mindenki kapott behívót. Ön volt-e katona? Igen, voltam. Igen. És akkor most mondom a kulcsfogalmat, hogy valószínűleg miért kapott behívást. Valamit jól csinált, nem a katonaságnál? Hát nem tudok róla, de valószínű, mert valamiért kiválogattak. Na, tehát ez a lényeg, hogy közben András említés jön Csomagfalváról, hogy valószínű ott, ahol ön volt, itt van Emil is, ott sincs a kamera bekapcsolva, esetleg Emil próbáld meg, hogyha lehet, hanem akkor így fogunk beszélgetni. Tehát valószínű, hogy mi volt tüzérségnél, gyalogságnál, nem. Konyhán, logisztika? Én voltam vasútnál, majd átkerültem a Nagyváradra határhoz, és onnan szereltem le. Tehát vasút, oké. Emilt is köszöntjük Csomagfalváról, neki sincs bekapcsolva a kamerája. Emil, te hol voltál katona? Vagy voltál-e katona? Transmissionistátna. Tehát a távközlésnél dolgozott. Úgyhogy tehát valószínű, hogy ezért volt jött a behívó. Én azt ajánlom, hogy el kell menni, részt kell venni, ez egy képzés lesz. Egy kicsit felfrissítik a tudást, de igazából nem jelent. Ez nem jelent különösebben semmit. Tehát nagyon fontos, ezt értsétek meg, ezt értsék meg mindenki, hogy nincs semmi köze az ukrán háborúhoz. Tehát Romániában, mint általában többi országban is a törvények olyanok, hogy időszakosan a katona köteles, vagy a behívásra alkalmas személyeket újra nézik, elemzik, adatokat néznek, stb. Úgyhogy én említem, hova kaptad, Csíkba vagy Gyergyóba a behívást? Gyímes. Igen, tehát ez a másik olyan hely, ahol lesz a gyímesi pont. Igen. Az is lehet, hogy Szerdára? Szerdára. De nem közöltek se időpontnak, tehát hogy meg mennyit tart, hogy van, mint van. Uh-huh. De elég nagy az összevisszaság, elég sokan kaptak itt a falván. No, elég szűkült az információ, tehát annyi tudunk, hogy 7-8 óráig ott kell lenni. Itt azt mondták, hogy bulletint kell vinni, papírba azzal, hogy személyes dolgokat kell vinni, nem lehet tudni, tehát nem tudunk semmit se az időtartalomról. Tehát senki nem mond egy konkrét választ. De én most mondom, a konkrét választ, az csak egynapos lesz. Nem kell attól félni, hogy tehát aznap lesz, megnézik a papírokat, esetleg lehet, hogy lesz valamilyen kicsi elmélet, kicsi gyakorlat, de különösebben nincsen más. És ilyen tekintetben lehet, hogy szerdán fogunk találkozni, mert akkor valószínűleg a szerdai napokat valahogy úgy szervezem át, hogy ezekre a helyekre tudjak elmenni, legyek ott veletek együtt, ha bár én. Na, ez az igazság, nem tudom, ez mennyire szégyen, főleg Csomagfalván, hogy nem voltam katona, de nem kaptam én behívót. Ilyen szempontból, tehát behívót azok kapnak, akik kaptak, akik sorköteles katonaságot teljesítettek, és arra legyenek büszkék, tehát tényleg ezt mondtam a Simonban is Endrének, hogy aki kapott behívót, az valószínűleg valamiben nagyon jó. Hát valamiben, nem tudom, lehet Emil, te a távközlésnél valamit nagyon jól csináltál, tehát hogy effektív... Igen? Semmit nem csináltunk, hogy jó. Hogy mondod? Semmit nem csináltunk, hogy nagyon jó. Nem tudom, na. Uh-huh. Nem, mert valószínűleg, mert ha nem behívtak volna, tehát az, hogy a 3000-ben valaki belekerüljön valamilyen témakörben, tehát ma volt külön a prefektúrusi irodájában egy beszélgetésünk, és kérdeztem, hogy hogy válogatták ki a 3000-et. Itt volt erről egy beszélgetésünk, és amit én megértettem, hogy ti, önök, akik be vannak hívva, amikor katonák voltak, akkor felfigyeltek önökre, hogy jól végzik a munkát, amit végeznek. Mert olyan emberrel is ma beszéltem, aki azt mondja, hogy szakács volt. Igen, tehát hogy el lehet képzelni, tehát hogy ugye, hogyha most egy ilyen szimulálás van, egy harci helyzetnek a szimulálása a héten, és egy harci helyzetben kell sofőr, kell gyalogos, kell tankos, kell repülős, kell légiriadós, kell szakács, kell mindenféle.
kell, szanitéc kell, ugye, egészségügyes, tehát ezért vannak így, ezek az emberek lettek kiválogatva, akik az adatbázisok szerintileg valószínűleg, hogy jól lejátítettek. Baba, ezt tessék. Szűk szavú, tehát nem volt információ, hogy hogy és mint mi van. Tehát igen, a rendszer nem válaszoltak, tehát akármit kérdeztünk, nem... Igen, tehát ez a másik, amit értsen meg mindenki, én is nem tudtam erről a témáról hamarabb beszélni. Meg kellett várjam, amíg ma úgymond meghirdették ezt a Margita Kovászna megyeivel, két megye érintett, tehát itt mondom a Kovászna megyeieknek is, hisz 3000-en vannak Hargita megyéből, 1000-en vannak Kovászna megyéből hasonló helyzetben. Tehát nagyon szigorú feltételek ezek ilyen dolgok, és nem lehetett korábban beszélni. Ma én külön köszönöm Korodi Attila polgármester úrnak, mert látják, milyen rövid vagy milyen egyszerű az élet. Az ő korábbi parlamenti kollégája most, aki ezt az egész nagy hadműveletet úgymond idézőjelben levezeti, Hargita megye a területén, és akkor kaptunk egy spéci engedélyt, hogy mi most beszélgethessünk, illetve hogy a délelőtt gondolom. Minden rendben van. És ilyen szempontból tudunk néhány információt mondani. Tehát a legfontosabb dolog, hogy legyenek nyugodtak, vegyenek részt, ez bárhol dolgoznak, akármilyen munkahelyen, önöket el kell engedjék, és nem szabad. Ami nagyon fontos, amire akartam, hogy bejelentkezzek és beszélgessünk, hogy ezt nem szabad a munkaadó levonja a szabadságokból. Jó? Tehát nem szabad. Tehát hogy valószínű, hogy sokan dolgoznak olyan munkahelyen, ahol azt mondják, na jó, akkor te mész Gyímesbe, de akkor ezt leüssük a szabadságodból. Tehát nem, teljesen megértették ezt, úgyhogy jó. Megértették a munkahelyen. Jó, csak lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol nem értik ezt meg. És vagy mit tudom, valakinek be kamiont vezet, és azt mondják, hogy na te most mész a fuvarra, és nem érdekel a harci állapot. Ezt most végig kell csinálni. Tehát ilyen helyzet volt na itt közben olvasom, köblös párt, ha bár reagálok mindjárt. Tehát effektív ez a hét, tehát péntekig lesz ez. Ez azt jelenti, hogy szerdán vannak általában behívva tehát akik megkapták a meghívót, csütörtökön. Van csütörtök, oké. Okay. Pénteken véget ér az egész, tehát pénteken lesz a végén egy konklúzió, és lejárt. Aztán majd megint, tudják, az utolsó 12 éve volt ilyen. Nem tudom, hogyha valaki van esetleg olyan itt a Facebook vagy a TikTokon, aki ezelőtt 12 éve hasonló módon kapott behívót, ha becsatlakozna, az lenne még nagyobb segítség. Mert ugye ezelőtt 12 éve nem volt Facebook, én nem tudtunk akkor így direktbe beszélgetni, úgyhogy az a kérésem, ha valaki tud, akkor nyugodtan csatlakozzon be. A másik dolog, hogy most valaki kettős állampolgár vagy sem, tehát ez van, tehát attól kezdve, hogy román állampolgárok vagyunk, vagy román állampolgárok is, ugye nekem is kettős, két állampolgárság van a magyar, most van a román is, tehát mi a románia törvényeinek kell magunkat alávessük, mert itt van az állandó lakhelyünk. Tehát akinek az állandó lakhelye, szeretném jelezni, már nem Romániában van, az kell menjen be a sorozóközponthoz, és le kell tisztázza, hogy az állandó lakhelye már kint van Magyarországon, és akkor a magyarországi behívások kategóriájába fog esni, amikor ott van olyan hasonló dolog. No, kérdezem Attila, Emil, van-e kérdésetek, megjegyzésetek ehhez a helyzethez? Vagy valamilyen komment, vagy valamilyen tanács? Részemről nincsen. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát jobb lett volna egy kicsivel több információt szólni az ember, mert úgy elő pánik hangulat, de pánik hangulat. Olyan össze-visszaság van, mondom ez. Igen, tehát ez a pánik hangulatra mondom, ez a magyarázat, hogy valószínűleg ott van a szabályban, nem vagyok én benne, tehát ugye én nem voltam katona, nem vagyok benne a hadügyminisztériumnak a kötelékébe, semmilyen címszó alatt, és valószínűleg azt is szimulálják, hogyha van egy helyzet, akkor pak, hónap kell menni, vagy hónap után kell menni. Tehát, hogy ugye, hogyha tegyük fel, most Romániát valaki megtámadja, vagy Románia támad meg valakit, akkor nincs arra idő valószínűleg, hogy több héten, napon keresztül felkészíteni a lakosságot, hanem azt mondják, hogy na, fogjad a személyt, gyere. Úgyhogy ez is lehet egy ilyen probléma. De valószínűleg ennek lehet valamilyen szabályi jellege. Nem tudom, én nem vagyok hadügyi szakértő, csak én ezt azért kívántam ezt a ma esti beszélgetést is egy kicsit kihangsúlyozzuk, hogy
Ne legyen pánik, nincsen semmi baj, el kell menni, részt kell venni, valószínűleg nem fog tartani estig. Máskülönben ezzel vissza fogok jönni, hogy tényleg reggel 7-től este 8-ig tart, én nem hiszem. Úgyhogy ez az információ még visszajön. Esetleg még milyen kérdéseitek vannak, amire jó lenne kapjunk szerdáig választ, hogy ne legyen semmilyen gond. Nincs. Na jó. Köszönjük. Akkor viszontlátásra, nyugodtan lépjetek ki. Ha bárki már szeretne belépni, és szeretne megosztani a véleményét, főleg olyan, hogyha valaki ezelőtt 12 éve ugyancsak részt vett ezen a számvetésen, akkor az fontos. Nagyon fontos az időközi adatfrissítés. Hát ezt már erről egyszer beszélgettünk, egyszer már beszélgettem, és nagyon fontos az, hogy ha bárkinél bármi változik, az a megyei sorozóközpontnál érdemes letisztázni, és akkor nincsen pánik, nincsen semmi. Tehát lakcím változik, ez változik, az változik, és ezért ez fontos, jó. Tehát továbbra is fel van függesztve 2005-től errefelé békeidőben a kötelező sorkatonai szolgálat, és évente nagyjából 10 megyében szerveznek ilyet. Tehát eddig volt ebben az évben, 2023-ban Temes és Krassó-Szörény megyében. És hallottam a városi legendákat, vagyis a híreket Temesvárról. Temesváron képzeljék el, hogy pont úgy sikerült, nem tudom, hogy van temesvári követőm, esetleg jelentkezem be, és igazoljon, hogy igazam van, vagy jót mondok, vagy rosszat, igazat, vagy kevésbé azt, hogy pont akkor jött haza valamilyen nemzetközi hadgyakorlatról egy nagy-nagy-nagy hadtest, és Temesváron híre ment, hogy viszik el az embereket az ukrajnai frontra, nagy volt a pánik, alig tudták megnyugtatni az embereket, de nincs erről szó, tehát nincsen semmi köze az ukrajnai háborúhoz, majd mondom, évente 10 megyében ebben az országban egy hasonló egyhetes folyamatot tartanak, és ahogy mondtam, ez most ki fog terjedni, tehát a megyei tanácsra, Csíkszereda, Székudvarhely, Csíkicsó és Parajt községekre, és átnézik a papírokat, illetve van 10-valamennyi cég, a cégeknél azt fogják megnézni, ugye az van, van ilyen cselekvési terv, hogyha háború történik. No, Szakáli Leventét megkérem szépen csatlakozzon be, és mondja el. Nagyon szépen kérem, Levente. Jöhet nyugodtan a kamera nélkül is, csak sokkal másabb az ön hangja, hogyha látják, milyen jó a Facebook, hamar előszedünk mindent a minden fiókból. Tehát Szakály Leventét kérném, hogyha lehet, csatlakozzon be. Itt is van, elfogadtam. Úgyhogy... Jó, ügyes vagy, baba. Úgyhogy ilyen tekintetben várjuk most Leventét is, és tényleg nagyon fontos, hogy ne legyen pánik, illetve hát a dolgok érdekében. Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy becsatlakozott. Mondja el, ezelőtt 12 éve mi történt? Hát én 12 évvel ezelőtt, jó estét egyszer, hát 12 évvel ezelőtt akkor én a tűzoltóság, a csíkszeredai tűzoltósághoz kellett jelentkezzek, ha bár én a zsandármériánál töltöttem a katonasságot, de a tűzoltóság udvarán volt a... Hát egy ilyen órás kiképzés, nem is kiképzés, felfrissítés, végigvezettek, elmutattak egy tűzoltóautó most, hogy működik, akkor egy másik asztalnál megnézték, hogy még egy fegyvert össze tudunk-e rakni, vagy fél tudunk-e szedni, egy harmadik asztalnál elmutatták az ilyen gáza, a larc, meg az egészségügyi felszereléseknek a használatát, és kb. Egy óra volt, aztán kitöltöttünk-e papírt, és ment mindenki. Mertek haza? Igen. Na jó. Akkor mostanra is kaptam. Beívott, csak én most már Svédországba érek, úgyhogy majd meglássuk, hogy mi lesz. Jó. Közé fogjuk tenni, hogy aki nem él itthon, stb. Azon mi van, tehát utána nézni, valószínűleg nem semmi gond, nincs semmi baj. Én azt javasolnám, tehát valószínűleg ezt meg fogom beszélni a katonasággal, hogy e-mailen lehessen ezeket a tisztázásokat, mert valaki Svédországban van, most csak úgy hazafutni, lakcímet pontosítani, stb. Tehát ezt akkor bevállalom, ígérem, vissza fogok térni, hogy lássuk e-mailen
mit lehet intézni, és ilyen szempontból ez lenne egy fontos igény. Lement esetleg más, amit el akar mondani? Nincs egyéb semmi. Na, köszönöm szépen. Máskülönben az elmúlt időszakban nem tudom, mennyire figyelte, de többször, mi most van a svéd elnökség, többször voltam Svédországban, szép ország, és nagyon-nagyon körbehordoztak minket mindenfelé. Én bízom benne, hogy jó dolgokat látott, és abból majd küld haza nekünk is ötleteket, hogy tudjunk még jobb döntéseket hozni, illetve jó példákat, amit érdemes esetleg átvenni. Nagyon szépen köszönöm. Nincs amit. Viszontlátásra. Köszönöm Szőcs, vagy Szakály Leventének elnézést, az előbb volt Szőcs úr. Szakály Levente volt az előbb, és itt egy hölgy is jelentkezik. Hát tényleg erre kíváncsi vagyok, nem tudom, hölgyeket hívtak be? Ha van ilyen, akkor kérem azokat jelezzék, hogyha van hölgy behívás is, a nőket is hívtak be. Hát maximum azt írják a kollégáim, 5 nap szabadságot lehet adni, tehát kapnak egy igazolást, és maximum 5 nap. Most persze a maximum 5 nap azt jelenti, hogy minimum 1, maximum 5. De lehet ugye például az, hogy valaki ráborogul, haza kell jöjjön, stb. Stb. Tehát ez... Oké, okay. És akkor próbáljuk ezt letisztálni. Jó. Na, akkor letisztáztuk nagyjából, hogy történt ezelőtt 12 éve, hallottuk, hogy mi van most, szerda, csütörtök, gyímes, csíkszerda is, még van egy harmadik hely, esetleg írják meg, mert azt nem én csíkszerdát hallottam, de tudtam, még van másik kettő is, és akkor még além. Akkor gondolom, hogy lehet akkor Gyergyószent Miklós a csendőrség. Jó. A ma este témaköre még ugye a kormányzásnak az ügye, de arról higgyék el, most nem tudok sokat mondani, hisz Romániában pont az előbb olvastam valahol, hogy Johannis, amióta elnök, és ugye mi székelyek szavaztuk meg a legtöbben Johannis, vagy szavazták meg. Most már mindenki tudja, hogy rászavazott vagy ne. 9 miniszterelnököt fogyasztott el Johannis állam elnök, és és nagyon fontos az, hogy tényleg most várjuk, hogy Bukarestben bármikor bármi történhet, tehát egy nap alatt bármi átfordulhat. És nagyon fontos az... Nem, most ezt nem tudom kinyitani, ez nehéz. És nagyon fontos az, hogy tényleg ne higgyünk semmibe. A végső döntés, hogy kormányon maradunk, vagy nem, az RMDS azt majd meg fogja mondani, Peleme Unió Szövetség elnök úr, úgyhogy ebben a témában én nem foglalkoznék. No, de van egy jó hírunk, Ferences szerzetes szenteltek pappá Csíkhajnádról, most volt szombaton a mise, és az is nagyon fontos, hogy a kórházban, megyei sürgősségi kórházban változik a látogatási rend, tehát hétfő és péntek között 15 és 17 óra között lehet látogatni, szombat és vasárnap 10 és 12, illetve 15 és 17 óra között. Az intenzív terápia, sebészet, gyerekgyógyászat, fertőzőosztályoknál pedig a kezelőorvos engedélyével lehet látogatni. A sztrájk ügye, itt is beszéltünk, én köszönöm szépen a beszélgető partnereinek, többször beszéltünk erről, tehát fel van függesztve a sztrájk, tehát megy rendesen tovább most a tanítás, úgyhogy nincs lefújva a sztrájk, tehát nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy azt mondták a sztrájkolók, hogy tehát a szakszervezetek, a pedagógus szakszervezetek, hogy felfüggesztik egyelőre. Ugye a felfüggesztés azt jelenti, hogy nem adták fel, hanem bármelyik pillanatban, hogyha a követelések nem úgy teljesülnek, akkor fogják folytatni úgy a Tanulói Szabad Szakszervezetek Szövetsége, mint a Spiru Háre Tanulói Szakszervezeti Szövetség. Jó estét kívánok! Na, egy perc erejéig hallgatjuk. Na, én szeretnék érdekni, mi jár el a katonaságról. Mi a gond? Mi a baj? Mit mondjak, hogy jönnek ezek a behívók. Küldik a behívókat, én gyimesi vagyok. Igaz? Igen. Tehát küldnek olyan behívót, ami most
Próba szimulálás, tehát szimulálásra megy, szerte vagy csütörtökre, hogyha ön kapott? Nem. Nem kapott. Én még nem, és óta kapott. Ha ön nem kapott, akkor nem is fog kapni, úgyhogy persze az más dolog, hogyha ön sorköteles, tehát azt jelenti a sorkötelesség, hogy egészséges, páromnál több gyereke nincs, megvannak a feltételek. Nagyon fontos, hogy fixetában a sorozó központnál az ön adatai legyenek rendben, és azon kívül nyugodt lehet. Tehát nem fogják behívni, és ez a behívás, mondom, ezt idézőjellel kell érteni. Itt pont az előbb volt egy fiatalember, aki elmondta, egy órás próba volt gyakorlat ezelőtt 12 éve, azt fogják megismételni megint most az elkövetkező napokban. Jó? Ez hogy pedig, ha csak az koti, akkor melyikek voltak, ugye? É, akik voltak, és azok közül is, akik valamiben tényleg nagyon jók voltak, és hát hogy... Na, úgyhogy ilyen szempontból szinte azt tudom mondani, hogy talán büszkék is lehetnek azok, akiket behívnak, mert valamiért meglettek jegyezve, mint olyan személyek, akik azt, amit csináltak, függetlenül mi az, hogy autót vezettek, raktáron dolgoztak, őrt álltak. Oké? Na, azért, mert itt nem úgy mondja, hogy kéne, hanem 18 év, 45 évig. Igen, tehát 18-45-ig sorköteles mindenki, ha csak mondom, nincs háromnál több gyereke, erről még fogunk majd többet beszélgetni, de nem jelent ez semmit, mert Romániában a hatkötelezettség el lett törülve, vagy is fel lett függesztve, és mindaddig, amíg Románia valamilyen háborúban nem lépik be, addig nem fognak behívni, fegyvert fogni, és katonának menni senkit. Aha. Értem akkor. Jó? Hát itt ma a gyümesben ma nem úgy van a szó, és akkor mondom, hogy... De mondja, hogy többjetek is ezt a másik videónkat nézzék meg, illetve én is osszam meg, és azok a gyümesi csoportokat tegye be, ahol benne van, mert azzal sokat tud segíteni. Itt ma nem úgy mondja, ahogy kéne, hanem... Végre a tesznek a beszédre. Na, eldob. Most letisztáztuk. Na, szép estét, viszontlátásra. Szép estét, köszönjük. Köszönjük. Na, még közben volt vagy 5-6 jelenkező, de visszaléptek, amikor próbáltam beengedni őket. Jó, az én laka is Székelypálfalva közti 8,1 kilométeres útnak az építése zajlik. Erről majd fogunk erről beszélgetni. Itt nekünk csíkiaknak talán legrövidebb út lesz, hogy akár az Udvarhely csíkiaknak is Marosvásárhely, Kolozsvár irányában ez az utcakat is a legszebb. Úgyhogy pont a hétvégén is rá is térnek a következő témára, Pirtosvárra, itt a TikTokon jelezték a fiatalok, hogy készítettek szelfit velem, hogy ott az Unitárius Egyháznak volt a nagy találkozója a keresztúri körnek, és mondtam a korondiaknak, vigyázzanak, mert forgalomnak fele lehet át fog menni erre az útszakaszra, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe ezt az útszakaszt, mert az útszakasz, ha meg fog épülni, akkor tényleg a turisztikai lehetőséget érdemes kihasználni. Tehát én arra kérem a székelypálfalviakot, Pirtosvárójaikat, az énlakiakat, Etét, Kőrispatak, ezt a térséget figyeljenek oda, ezeknek az utaknak az építése óriási gazdasági lehetőséget jelent, főleg azoknak, akik valamit termelnek, és el akarják otthonról adni, annak nagyon-nagyon komoly lehetőség lesz. Holnap délután 5 órakor fogunk találkozni, ha minden jól megy, és köszönöm Kovács Lea polgármester úrnak, illetve köszönöm a bogárfalvi lakosságnak. Holnap 17 óra elkészült a közös útszakaszunk híd Bogárfalváról kifelé, Oroszhegy felé, le van aszfaltozva, holnap fogjuk együtt átadni, jöjjenek el. És a Pirtosváraljára visszatérve, még egyszer beteszem majd kommentben is a linket, Pirtosváralján az unitárius gyülekezetek számára egy találkozási hely alakult ki, egy korábbi római kori vár alatt szomszédságában, és azt szeretnénk, hogy ott legyen egy állandó építmény, úgyhogy ez lenne egy másik kérdés, hogyha tudnak segíteni, adományokat gyűjtünk, de erről majd vissza fogunk kérni, mert a megyei tanács a terveket nem tudja finanszírozni, nem engedik a törvények, kértük a parlament elejétől, de még nem sikerült megoldani, és ha tervek megvannak, akkor ősztől kezdve már
társ finanszírozásra be tudnánk lépni, és egy kalálkás rendszerben a Firtosvárói várat szeretnénk megépíteni. Firtosvárói imaházat és közösségi teret szeretnénk ott kialakítani. Jó, tehát ezt várjuk. A másik, a hétvégén volt az örökbefogadásnak az ünnepe napja, erről is fogunk beszélgetni. Hargita megyében a múlt évben 36 gyerek talált családra, és ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem ellátotti rendszerben maradnak a gyerekek, hanem végleges család, de úgy, mint egy mellettem is itt duruzsol a kislányom, és teljesen más az ilyen, ugye, szülőként kezelni egy gyereket. Úgyhogy erről még fogunk beszélgetni, mert még van körülbelül 100 örökbe fogadható gyerek, amit Hargita megyében, és sajnos akár elhalálozás miatt, akár olyan szociális helyzet miatt, vagy valamilyen katasztrófa, sőt, bármi miatt vannak helyzetek, amikor a gyerekeknek az örökbefogadására hát a procedúrát érdemes elindítani, és ebben kérjük majd, főleg azokat a szülőket, felnőtteket kérem, hogy gondolkodjanak, akiknek valamilyen ok miatt esetleg a gyerekvállalás nem működik, hogy gondolkodjanak ezen a lehetőségen. Jó, Hargita megyében a Lois családtag, azt láthatták a tennapi videómon, illetve a TikTok videómon is, és tényleg nagyon örülök, hogy szinte minden héten Hargita megyében nagyon erős lovas eseményre kerül sor, és erről tudunk beszélgetni. És hát igen, a medve tennap láthatták, hogy nagyon-nagyon szépen elmondta a gondolatra, emlékszem, bízom benne, hogy önök is így gondolják, nagyon szépen elmondta, hogy mi hogy van. Többen írták utána, hogy hát miért nincs 10 kutyája. Hát lassan a 28 tehén mellé 10 kutya, nagyjából akkor annyi tejet, annyi jövedelem származhatna a tejből, amennyi 10 kutyának az etetésére szükség van. Tudják, tőlünk nyugatabbra úgy csinálják, ezt elmondtam a héten is, ugye voltam Brüsszelben, hogy ezeket megfizeti a kutyákat, megfizeti az állam. A kutyatartást megfizeti az állam. És még egy sor dolgot megfizet az állam. És tőlünk nyugatabbra olyan nincs, hogy a házak környékén ott van egy medve. Hát azt azonnal kilövik azt a medvét, amelyik megközelíti a lakott térséget. Nem úgy, mint nálunk, hogy ezen filozófálunk, például bizottság, egy-egy-kettő, mindenféle, és akkor is még látjuk, hogy 1000 hívásból van 9 kilövés, tehát vicces az egész helyzet. Tehát ilyen szempontból itt további módosításokra van szükség, ezeken dolgozunk a megyei tanácsnál is, és bízom benne, hogy lesz erő a parlamentereink, kormányzatiságaink részéről, hogy ezeket átvigyék. Úgyhogy ez nagyon fontos. Itt közben a TikTokon újra kérdezik, hogy a behívóval mi van. Azokat hívják be egy napra, néhány órára, aki már volt katona, el kell menni, ezért kapnak szabadnapot a munkahelyről, ismétlek, és különösebben nincsen semmi baj. Ez egy gyakorlat, évente 10 megyében ugyanezt megcsinálják. Ez az évben került sor Hargita megye. Ezelőtt 12 éve volt még egy ilyen hasonló, és nem tudom hány év múlva lesz megint, hogy ilyen helyzet. Tehát nem kell aggódni. Hargita megyében 3000 embert hívnak be, Kovászni megyében 1000. No. Még sok mindenről tudnánk beszélgetni. A legfontosabb dolog az, hogy tényleg tartsuk a kapcsolatot. Osszák meg ezt a videót, most már 39. perce beszélek. Nem akarom önöket fenntartani. Te is mész lefeküdni, vagy is Na, a lányom is felveszi a pizsamáját, befejezte a rajzolgatásait, és kívánok önöknek egy nagyon szép hetet, és azt, hogy tényleg bármi van, jöjjenek, tegyenek fel kérdéseket. Nagyon sokan írnak nekem messengerre üzeneteket, ezeket mind komolyan veszem. Nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak is, hogy segítenek ezeket követni, válaszolni, és kérem, osszák meg ezt a videót, illetve ha vannak kérdések, azokra vissza fogunk térni. Andrásnak mondom, nincs arról információ, hogy hány éves korig, hanem aki már meg, tehát aki kell menjen, az már megkapta, hogy valamilyen úton jelezték neki, úgyhogy aki nem kapta, az nem kell menjen. Szép estét kívánok, viszontlátásra!